Póta Georgina a sorozatban a harmadik évben is a nyolcad döntőig jutott a női világkupán, amelyet az idén a kanadai Markhamben rendeztek meg. A kontinentális kupák bajnokai és az utánuk következő legjobbak vehettek részt a tornán, valamint egy szabadkártyás játékos, aki a román Elizabeth Samara volt, és egy hazai pingpongos. 20 fő alkotta a mezőnyt. Az első versenynapon Póta Georgina előbb az ausztrál Jian Fang Lei-t verte meg, 5 szetben, majd párostársa Matilda Ekholm ellen lépett asztalhoz. A svédet a csapat Európa-bajnokságon csak minimális különbséggel tudta legyőzni, most viszont 6 játszmában elintézte, ezzel csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé. A nyolcaddöntőben a világranglista 10. helyén álló Chengyi Ching várt rá, és az első 2 szettet egyaránt 11-7-re megnyerte. A következő 3 játszmában a szexárt tajvani légiósa volt a jobb, de egy újabb 11-7-es szettel Póta kiharcolta a döntő felvonást. Sajnos abban már nem tudta tartani a lépést Chengyi Chinggel, 11-4 lett oda. A végső győzelmet a kínai Chu Yu Ling szerezte meg, a döntőben honfitársát Liu Shi Bent megverve. A pótát búcsúztató Chengyi Ching bronzérmesként zárt.